Tehát nagyon sok minden van, bő program és műsor. Remélem, mindenkinek tetszés, bármilyen koncertek, és ha valami szeretnének kérdezni. Nyugodtan. Még hagyd mondjak annyit a Péter kiegészítendő, hogy most a 13. éve vagyok itt a zenekarnál, és rájöttem, hogy érdemes egy hosszabb időt eltölteni, mert bizonyos dolgokhoz, amit az ember meg szeretne csinálni, azok sokszor évek alatt valósulnak meg. És két ilyen dologról szeretnék röviden beszélni. Az egyik az, hogy ugye említette Péter, hogy Kristóf jön hozzánk a kettős versenyben játszani. Egy másik sorozatunkban, a szombat délelőtti sorozatunkban azonban vezényelni fog. És én figyelem az ő karrierjét, most már nem tudom, 10-valahány éve, igyekszem ott segíteni, most már nem tudom segíteni, tehát most már ő azon, hogy régen túl van, de amikor hazajött Párizsból és itt van Alibon koncertjátok, mindig nyitok, és látom, hogy bontogatja szárnyait, mint karmester, el szoktam menni megnézni, de utóbb Szolnokon voltam, és szerintem egész jó vezényel, és ami még fontosabb, hogy nagyon is inspirálja a zenekar. A zenészek egész másképp játszanak a ilyen formátum most is vezényel. Úgyhogy Beethoven hegedű versenyt fog játszani, amit a hegedűvel vezet, és Dvořák 8. szimfóniát, szerintem gyönyörű koncert lesz. A másik ilyen darab, véletlen kívül koncert, amit már nagyon-nagyon-nagyon régen tervezek, és köszönöm idén, úgy alakult, hogy sikerül megcsinálni a Zeneakadémián, az Bach János Passió, én nem feltétlenül járni, egyetlen egy Bach Passió nagyon szerettem volna, én pedig Kamp Salamonnal volt. És előtte szeretném, hogyha a Salamon tartana egy előadást, mert én annak idején, amikor még aktív zenész voltam, dolgoztam vele Bach műveken, fantasztikus tudása van abban, a bibliai szöveget és a bibliai szövegnek az összes vonatkozását, hogy ábrázolja a zenébe. Kezdve a szám, és ugye ehhez hozzájön az a számmisztika, ami Bachra jellemző, ugye a nevéből adott számokra vonatkozónak. Úgyhogy amikor a Salamon egy-egy ütemet megmutat, hogy ez a dal miért úgy megy, azért úgy megy, mert hogy a Bibliában ez így és így van leírva, és ugye ez arra minden betűjére reagál a zene, az valami fantasztikus. Úgyhogy én nagy örömmel nézek ezen a koncertre, mert szerintem a zenészeinket és a közönséget is egész másképp fogják hallgatni ezeket a darabokat. Annyit akartam még hozzáfűzni a Zeneakadémiai bérletünkhöz, hogy ugye a Zeneakadémia orgonáját újítják föl, és emiatt előbezár a Zeneakadémia ebbe az évadba, úgyhogy az utolsó koncertünket májusban már ott nem tudjuk megtartani, hanem úgy döntöttük, hogy a két zeneakadémiai koncertet, ami ugye mondjuk 850-850 ember, azt be tudjuk vinni a kongresszusi központba, és egy összevont előadás lesz. Ez lesz egyébként Kobayashinak a koncertje, úgyhogy nem félek attól, hogy nem tudjuk megtölteni a Zeneakadémiát. És ugye a mesterrel most már évek óta úgy állapodunk meg, hogy mivel az biztos, hogy az ő koncertje az valahogy reflektorfénybe kerül a bérlői és sajtóba jutottam ott, hogy mindig egy fiatal tehetséget mutat le, és a Devics Gergő fog vele játszani. Devics Gergő cselista. Úgyhogy ennek is nagyon örülök, hogy a mester ilyen módon patronálja azt a kezdeményezését, hogy a fiatalokba bemutassuk. Ifjúsági koncertekén még ott annyit említenek meg, hogy van egy kapcsolatunk a virtuózokkal, és minden évben bemutatunk. És egyik koncertünk az Obuzor a lányok és a mama meg a papa részvételével. Ezt én azért tartottam fontosnak, hogy a családi zenélés szerintem kiveszélve van, mondjuk 100 évvel ezelőtt, 80 évvel ezelőtt még. Hát most akarom mondani, hogy az én gyerekkoromban a szüleimmel és az öcsémmel, hogy rendszeresen játszottunk, ma már ez annyira nem jellemző. De ha már van egy ilyen példa, ott ugye az egész család zenél, és nagyon sok koncertjük van, úgyhogy együtt mind a négyen színpadon vannak. Hát mi most ezt szeretnék megcsinálni, hogy azok a fiatalok, akik eljönnek vásárolni, ilyen is lehetséges, és ilyen színpadon. Akkor most, hogyha valakinek kérdése van,